Rendezett, gondos környezetben zajlik a tejtermelés ebben a gazdaságban. Az elmúlt évtizedben a legtöbb hasonló termelőnél beszereztek automata gépeket, korszerűsítették az istálókat és klimatizált helyiségeket alakítottak ki azért, hogy a hazai tejtermelés verseny- és piacképes maradhasson. Nagyon fontos a tejtermelőknél a beruházás, legyen ez környezetvédelmi, robotizálás, klíma, ugye az istállóban nagyon fontos, hogy egy augusztusi, júliusi kánikulában komolyan vissza tud esni a tehenek teljesítménye a hőhatására. Tehát ilyen fejlesztésekre van szükség, és akkor én azt gondolom, hogy ha a támogatási rendszer hasonló szinten marad a következő 7 éves EU-s költségvetési ciklusban, és akkor rendben lesz a magyar tejtermelés. Ugye nagyon fontos, hogy a világ lakosságának állati eredetű fehérje, állati eredetű zsírokra vonatkozó igénye folyamatosan növekszik, tehát van perspektíva az ágazat előtt. A rendszerváltásig megyénként 2-3 tejipari vállalat működött. A privatizáció hatására megváltozott a helyzet, bár jelenleg is vannak még olyan külföldi tulajdonú feldolgozók, akik megvásárolják a nyers tejet, és Magyarországon dolgozzák fel, de sajnos a többségét bezárták. Ahogy említettem, van annyi nyers tej, amellyel ki tudnánk szolgálni a magyar igényeket, de ezt ma még kamionok formájában elviszik külföldre, és ott készítenek belőle tejtermékeket. Tehát az elsődleges alapanyag a nyers tej, elhagyja Magyarországot, helyette importálunk feldolgozott tejeket, tejtermékeket, tehát sajtot, joghurtot és egyéb termékeket. Ugye erre szokták azt mondani, hogy a lehetőleg egészségtelenebb külkereskedelmi szerkezet. A Tejtermék Tanács hosszú ideje keresi a megoldást a fogyasztók megfelelő ellátására. A végső cél a fogyasztók megfelelő tájékoztatása és a korrekt értékesítési lehetőségek biztosítása. Az elnök úgy fogalmazott, hogy folyamatosan növekszik az igény a tejre és a tejtermékekre az egész világon, ezért van perspektíva az ágazat előtt.